Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt mutatják itt a kártyák. A nap arra utal, hogy megvan nála most ez a maga biztos fellépés, és utal augusztus hónapra is. Amit ez a kártya még szimbolizál, hogy kiderül a valóság, itt tisztázódik valami. Nem csak a nap utal erre, hanem a lilium, vagy kála, ez a virág, ez szimbolizálja az ártatlanságot, a tisztaságot, azt is, hogy itt tisztázódik valami. És ez a madár itt az előtérben utal a büszke tartásra, vagy a te büszkeségedre, vagy az ő tartására. És itt megjelenik a hajó, ami szimbolizálja a reményt. Itt megvan arra a remény, hogy rendeződjenek a dolgok. Azon kívül ez a hajó utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra, egy közös nyaralásra, de ez az út lehet egy belső út is. És akkor utal mély érzelmekre, egy lelki kapcsolatra. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt a kejhek utalnak érzelmekre, de ő elbúcsúzik ettől, hiszen ezek a kejhek a múltat jelentik. És itt az előtérben, ennél a képnél látható a könnyek mezeje. És ez, amit ő most lezár, elbúcsúzik a könnyektől. És hogyan tovább, milyen lépéseket tesz irányodba, vagy mit közöl veled, ezt mutatja itt ez a kártya. Ő kezébe veszi a dolgokat. Irányítja az eseményeket. Itt lesz mozgás, változás, abba az irányba, amiben ő tekint, vagy ahogy te látod a dolgokat. És az aktuális energiamező itt látható. Lesz egy fontos hír, kapsz tőle egy levelet. De ez a levél utalhat egy dokumentumra, vagy szerződésekre is. És ez áll most itt a középpontban. És a nagy meglepetés a rúnák. Mit közölnek a rúnák? Én most egyet innen kiválasztok. Most itt szünet lesz a videóban, hiszen én kikeresem a hozzá tartozó kártyát, és akkor el tudom a kép alapján magyarázni azt, hogy mit közöl ez a rúna veled. Nos, most újra itt vagyok, kikerestem a képet az Ingus rúnához. És mint ahogy a képen látható, így láthatjuk a rúna jelentését is, itt meg lesz alapozva valami. Itt középen ez a ház utalhat egy közös otthonra, vagy a családra. De itt védeni kell magatokat, hiszen a ház körül itt van, mint a várnál ez a fal, mondhatnám úgy is kerítés, és ez óv, véd benneteket a külső hatásoktól. Mindaz, ami a közeljövőben történik, itt megvan hozzá az alap, és erre az alapra építhetitek az életeteket, de azért óvjátok magatokat a külső befolyások ellen. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rács!